Újabb elhunyt idős beteg hozzátartozója vádolja azzal a Pesti úti idős otthont, hogy rokonát nem látták el megfelelően, ami végül a halálához vezetett. G. Attila szerint édesanyja még vizet is alig kapott. A férfi arról beszélt a Riposztnak, hogy november óta romlott jelentősen a helyzet a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményben. A koronavírus fertőzés miatt már 44-en haltak meg az idős otthonban, és több mint 300-an megfertőzöttek. Nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon ügyében egy magánszemély feljelentése alapján. A pestisrácok.hu kedden értesült az eljárásról, amit a rendőrség a Magyar Távirati Irodának is megerősített. Közleményükben azt írták, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folytatnak nyomozást ismeretlen tettes ellen. A fővárosi önkormányzat kezelésében lévő Pesti úti idős otthonban április elején súlyos koronavírus fertőzöttséget állapítottak meg, és több száz idős embert kellett kórházba szállítani, akik közül eddig 44-en meghaltak. Az országos tisztifőorvos szerint legalább egy hétig az előírásokkal ellentétben egyáltalán nem volt orvos az otthonban. Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idősotthonban, az orvosi ellátás szempontjából is. Igen. Karácsony Gergely főpolgármester hetek óta mentegeti magát és magyarázkodik, miközben egyre több tény igazolja, hogy az intézmény nem véletlenül vált a járvány egyik gócpontjává. Intézménynek nem volt orvosa, én ezt kimerem mondani nyíltan, mert se decemberben, se januárban, se februárban nem volt orvos. Először Cséh Krisztián beszélt a híradónak arról, hogy az otthon novembertől az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg, és hiába próbált meg édesanyjáról információt kérni, a főállású orvossal nem tudtak beszélni. Hasonlóan rossz körülményekről számolt be kedden a Riposztnak egy másik hozzátartozó is, akinek a férjét kellett kórházba vinni a Pesti úti idős otthonból, mert kiszáradásos tünetei voltak. A megözvegyült nő csak halálgyárnak nevezte az intézményt. Szerinte férje elvesztéséhez a nem megfelelő ellátás vezetett. A Riposzt szerda reggeli cikkében újabb esetet közölt a Pesti útról. Ebben egy férfi arról nyilatkozik, hogy 68 éves édesanyja abba halt bele, hogy nem látták el megfelelően, még vizet is alig kapott. Ő is azt állítja, november óta romlott jelentősen a helyzet, hiába keresték, egyetlen orvossal sem tudtak beszélni az idős otthonban. Mindenféle közösségi médiás posztokkal próbálja meg úgy beállítani, akár önmagát, akár az általa vezetett várost, mint ami kvázi büntetésben van, vagy a kormányzat őt nem szereti. Karácsony Gergely úgy próbálja beállítani, mintha büntetésben lenne ő és a főváros. A politikai felelősség azonban mégiscsak a főpolgármesteri hivatalt terheli a Pesti úti idős otthon ügyében. Nyilatkozta a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője. Politikai felelősség fenntartóként a főpolgármester hivatalt terheli, és ezt próbálhatjuk bármilyen módon akár elhárítani, akár szétteríteni ezt a felelősséget, mutogatva bárki másra, de az, hogy milyen minőségű ellátás folyik ott, annak a politikai felelőssége az egyértelműen a fenntartó terhel, és a fenntartó esetében a főpolgármesteri hivatal. Közben Karácsony Gergely újfent üzent a kormánynak és a fővárosiaknak. Közösségi oldalán 15 oldalon keresztül ecseteli Budapest Restart címen, hogy miként kellene újra nyitni a fővárost a koronavírus járvány után. Ebben általában a fővárosi kormányhivatal teszi felelőssé a fertőzés elterjedése miatt, és a felelősök megnevezését követeli. A Pesti úti idős otthonról és a saját felelősségéről viszont egyetlen szót sem ejt.